Sziasztok! Ezúttal egy hétvégi vlogot hozok nektek, amit részben szeretnék narrálni egy kicsit. Bevallom, nem írtam meg előre a szöveget, úgyhogy előre is elnézést, hogyha nem fogok teljesen maximálisan beszélni, de szeretném átadni a gondolataimat, amíg lekövetem, hogy mit is vettem fel nektek. A szombat reggelt a Vivinában kezdtük, ugyanis most már kapható náluk brunch, tehát tudtok enni is, és teljesen elaléltem attól, hogy milyen isteni finomat ettünk. Tényleg a lehető legnagyobb gondossággal, szeretettel, precizitással készítik ezeket az ételeket nektek, és zseniális alapanyagokkal. Úgyhogy, ahogy eddig is, őszintén ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki bármilyen finom kávé mellett. Na de a videónak a fő témája az, hogy idézőjelesen is elindult a növénymama karrierem, ugyanis nagyon szeretem azt, hogy ilyen gyönyörű növények vehetnek minket itthon körbe, úgy, hogy valójában nem élünk kertesházban, nagyon van erre igényünk. Itt egy kicsit beáztattam a meglévő növényeket egy laborba, hogy megszívják magukat, és próbálom mindig megtalálni azt a helyet, ahol az adott növény a legjobban érzi magát. Hogyha észreveszem, hogy nem tudom, sárgul a levele, vagy nem fejlődik úgy, akkor áthelyezem egy másik helyre, és megnézem, hogy hol lenne a legboldogabb. Itt egy kis kávékavargatás. Hát sziasztok! Nagyon hirtelen ötlettől vezérelve szerintem csinálok most nektek egy rövidebb vlogot. Ugyanis elmentünk, szombat van egyébként, és elmentünk délelőtt az obiba. Vettünk néhány növényt, egyébként ilyen tuját, levendulát, és egy-két zöld növényt még pluszba, ilyen futókat főleg. Tegnap már elkezdtem ezt a növényprojektet egy kicsit úgy felfrissíteni, szóval átültettem néhány növényt, meglocsoltam őket, meg elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogy lehetne nekik a legjobb. Próbálom megkeresni mindegyikőjüknek a legjobb helyet, hogy boldog növények lehessenek, és ne nyírjam ki őket folyton. És most egyébként egyre jobb állapotban vannak, egyetlen egyet kivéve. Úgyhogy őt is átültetem, vettünk nagy virágföldet, végre van rendes locsolókannánk, vettünk kaspókat, vagy hát igen, kaspót, elég nagyot a tujának, mert azt nagyobbba akarom ültetni, meg a levendulát is, úgyhogy ennek fogok most nekivágni egyébként, mert szerintem majdnem fél hét lehet, úgyhogy este fele van, csak Krisztián most nincs itthon, és valahogy így kicsit hasznossá akartam tenni magam, de fájdalmas is félkézzel tartani a kamerát. A kávémat bekészítettem az új egyik kedvenc epres kerámia bögrénbe, majd hogyha szeretnétek tudni, hogy honnan van, akkor szóljatok. Egyébként Instagramon már mutattam nektek. Tényleg átveszem a kezembe, a másik kezembe a kamerát. Úgyhogy most ilyen növényprojektes kis részt fogok nektek csinálni. Nem tudom, hogy meddig fogok jutni, meg hogy, de mindenképp szerettem volna megmutatni nektek, mert szerintem hangulatnak is király lehet, meg inspiráló is lehet, akár én szeretem az ilyen tartalmakat. Nem fogunk nagy terasz, erkély rendezésbe merülni, mert igazából van egy kis asztalunk, egy kis faasztal, két kis fából készült szék, van egy régi ilyen régen cipős polckét használtuk az előző albérletünkbe, fából készítette Krisztián, most az ilyen mindenes ott kint, szóval, hogy így eszközeink is vannak rajta, értem ez alatt a különböző olyan kaspókat, amiket nem használunk, akkor gyertyát, tartót, tehát, hogy minden van rajta. És már azt szerintem mutattam nektek, hogy egy ilyen egyszerű, olcsó bikás függönyt raktunk egy ilyen fa gerendára, mert mögötte vannak az ilyen használati kellékek, hogy felmosóvödör, porfis, stb. Szóval, hogy így esztétikusabb legyen a terasz. Van egy kis szőnyegünk kint, az elég koszos most, úgyhogy azt is lehet ki kéne mosni. Szóval ilyenekkel szeretnék foglalatoskodni, meg hát ilyen házi munkák várnak most amúgy rám, és egy kicsit úgy azt hiszem, hogy most ezt élvezni is fogom, hogy csak úgy csinálhatok valamit. Hát amúgy ilyen egyszerűbb dolgok, hogy teregetnem kell, meg mosni, mosogatógépet bekipakolni, meg hát majd kéne még így struktúrálni a dolgokat itthon. Egyébként a ruhás szekrényünket azt múlt héten
hétvégén átnéztük, átpakoltuk a tavaszi-nyári ruhatárat, elraktuk a téli pulcsjainkat, meg az ilyen téli dolgokat, és egy bazi nagy zsák cucc gyűlt össze Vintidre, úgyhogy azokat le fogom fotózgatni, és végre valahára, valamikor feltöltöm a Vintidre. Remélem, hogy jó kezekbe kerülnek majd ezek a kis dolgok, mert szerettük ezeket. Krisztiánnak is van néhány cucca, amit kiszortíroztunk, úgyhogy majd szerintem Instagramon biztos adok nektek infót arról, hogy mi az, amiket már kiszortíroztam. Egyébként szerintem esni fog, mert nagyon el van borulva, de hát ez most így a teraszon nem zavar, lehet még hangulatosabb is lesz így ültetgetni. Valószínű minden nem csupa virágföld lesz, és minden egyéb, úgyhogy egy ilyen egyszerűbb, régebbi pólót, aminek így nincsen háta, azt felvettem, meg egy sima fekete leggingst, és akkor elindulok a teraszra, felveszem a fülesem, hallgatok közben valami zenét, és ültetgetni fogok. Úgyhogy gyertek velem! Itt tehát el is indult a projekt, és mindent kivittem a teraszra, és szemügyre vettem, hogy mi a helyzet. Itt van a nagy 40 literes virágföld, majd kesztyűt vettem, mert ezt úgy éreztem, hogy kell, és a még meglévő virágföldet is elkezdtem felhasználni, és elkezdtem az ültetés projektet. Egyébként most így utólag azt gondolom, hogy még jobban utána kellett volna néznem annak, hogy minek, milyen növénynek mire van igénye, de legközelebb okosabb leszek. És előszedtem az összes kis kaspunkat, tartunkat, hogy kiválasszam, hogy melyik növényhez melyik kaspót, tartót fogom használni. Ja, és ne nevessetek, hogyha bírázok. Szóval tényleg nem ér nevetni, de mindegyiket, jaj, annak milyen szép a gyökere, mindegyiket kiszedtem a meglévő kaspójából, és átültettem egy másikba, igyekeztem mindegyiket nagyobba, megtöltöttem őket földdel, és elengyengettem, ahogy csak lehetett. Egyébként ezek a beltéri futónövények a kedvenceim. Na és jött a levendula, ami nagyon sok dolog miatt egy hihetetlen kedves növény számomra. Tényleg akárcsak anya miatt is, de én is nagyon kedvelem. És miket néztem az interneten? A levendula egy kimondottan fényigényes növényfaj, de gondolom ezt tudjátok. Ja igen, itt elég nehéz a felemelni a növényföldet, szóval felemelni a virágföldet. Na és mi az, amit nem tudtam eddig a levendulával kapcsolatban? Hogy a cserépben hamar kiszárad a föld, ezért a cserepes levendulának nagyobb a vízigénye, mint a kertben nevelt társainak. Bennem nagyon az volt, hogy nincs annyira vízigénye, de egyébként van. És még gyorsan mielőtt elmondok néhány szót a tujáról, a levendula öntözése során egyébként arra kell figyelni, hogy a tájában ne álljon a víz, és mindig meg kell várni, hogy a földje kiszáradjon, mielőtt vizet adunk neki. És azt is olvastam egy csomó helyen, hogy nem érdemes cserepes levendulát vásárolni, hát sajnálom, de én ezt ki akartam próbálni, mert nincs kertem, csak terasz, de nagyon, nagyon szerettem volna kipróbálni. Na és akkor léphetünk is a tujára. A tuja napos vagy félárnyékos helyen tápanyagdús savanyúföldben érzi magát a legjobban, azonban az erkélyen lévő cserében a tuja termesztéséhez a tuja fajta helyes megválasztása szükséges. Hát nem szabad megfeledkezni a tényről, hogy a tuja nem őshonos hazánkban, ezért a csapadékosabb, páradúsabb klímához van szokva, és nehezen viseli a mi forró nyarainkat. Az örökzöld cserjék öntözése az első két évben kiemelt jelentőséggel bír, ezt is olvastam. Ez az időszak határozza meg a gyökeresedés minőségét, és ezzel a tuja élettartamát is egyébként. A rosszul öntözött növény képtelen rendesen fejlődni és hosszú távon fennmaradni, úgyhogy elég nagy feladat, hogy jól öntözzük a növényeinket, úgy gondolom, nem csak a tujára vonatkoztatva. A cserébe ültetett cserjék egyébként még több vizet igényelnek, hiszen a felmelegedő cserép általi vízvesztességgel is számolni kell. Ezt egyébként így tehát a levendulánál és a tujánál is úgy érzem, hogy fontos kiemelni, hogy mivel cserében vannak, hamarabb felmelegszik a cserép, és nagyobb öntözést igényelnek. Itt azt láthatjátok, hogy mindegyik növényt megöntözöm. Az Obi-ban vettünk egy ilyen kis kannát végre, egy locsolót, mert még nem volt normális, és mindig csak egy ilyen kis edényképben öntöztem, de ezzel most már így okés vagyok, és egy kupaknyi ilyen növényvédőszert öntöttem a vízhez. Egyébként ezt két hetente kell megtenni, egy nagy adag vízhez egy kis kupaknyit,
és minden növényt ezzel öntöztem meg. Egyébként egy héten egyszer-kétszer locsolok, attól függ, hogy hogy látom, próbálom figyelni a talajnak azt, hogy mennyire száraz éppen. Itt azt láthatjátok, hogy amiket tavaly Olaszországban, Salernóban a tengerparton gyűjtöttünk köveket, találtunk ilyen különlegesebb darabokat, nem tudom, hogy ezek honnan kerültek a partra, de egy csomó ilyen különböző kő volt, azokat oda tettem a növényekhez cserébe dekorként. Egyelőre még tök jól megvannak ott mellettük, szóval még nem szedem el onnan, de hogyha elkezdenek nőni, és úgy látom, hogy zavarják a kavicsok, akkor elszedem őket onnan. De tök jó emlék, és majd egyszer, hogyha lesz kertesházunk, akkor biztos, hogy a kinti térbe valahogy beépítjük ezeket a köveket. Itt most már betérünk az én kis szegletembe, meg akartam nektek mutatni. Egyébként ezt a videót körülbelül másfél hete vettem fel, és most már semmi nem így néz ki, mert azóta felfúrtunk egy polcot, ahova raktunk több futónövényt, hogy szépen futhasson, ugye ezeknek tök jó, hogyha itt tudnak csüngeni. Van két ilyen makramé tartunk, és azokban is vannak, szóval majd update-elek titeket, hogy hogy vannak a növények. Itt még a hétvégém lezárását láthatjátok, hogy olvastam egy kicsit, aztán előszedtem a naptáramat, és megterveztem a következő hetet. Erre állandóan szükségem és igényem van, mert amúgy csak kergetem magam, bár gyakran így is, de nagyon sokat tud segíteni, hogyha mindig mindent beírok a naptárba, és előre látom. Az IKEA-ban vettünk még a múltkor egy ilyen tartót, amit félkézzel elég nehezen bontottam ki, a piacon pedig vettem epret, és úgy gondoltam, hogy a nagy ültetgetés és növényprojekt után, tehát kiültem a teraszra, epreztem, olvastam, megterveztem a következő hetemet, egy kicsit nyomkodtam a telefonomat, sajnos vagy sem, és egyébként akartam nektek mondani, hogy nagyon rá vagyok függve a füstölőkre, Sára és Isti és apa egyébként mondhatni szoktattak rá. Nagyon jól azt érzem, hogy megtisztítják az otthonomban a teret, és múltkor egy ilyen herbáriában találtam ezt a füstölőt, és egyébként most pedig rendeltem egy webshopról, és hogyha szeretnétek tudni, hogy milyen füstölők után érdeklődöm, vagy mit próbáltam ki majd, akkor írjátok meg, mert szívesen megmutatom nektek. És még így a videó végére néhány részlet az otthonunkból, amiket így szívesen megmutatok nektek, itt a füstölő van, és ez pedig az a gyertya, amit anyának készítettem, lepréseltem előre virágokat anyák napjára, ezt azóta hazavittem neki, és ott van a könyvespolcán, úgyhogy remélem, hogy sokáig fogja csodálni, és egyébként ezt a gyertyát pedig az Akopánéban vettük, amikor januárban voltunk, ahol Krisztián megkérte a kezem, és ez egy fakanócos helyi vállalkozás készítette szójagyártya, úgyhogy ez emlékben örökre itt lesz, egyszer-kétszer gyújtjuk csak meg, de meg szeretném őrizni, amíg csak lehet. Ezek a könyvek vannak az asztalomon, Kemény Gabi Más világok, Mély levegő projekt elmerülő, Rupika úr nap is az ő virágai, itt különböző kis dekorelemek vannak az asztalom tetején, többen is kérdeztétek már, az asztalom amúgy az IKEA-ból van, és nagyon szeretem, pont ide illik, úgyhogy ennek így kellett lennie. Egyébként ne kérdezzétek, ezt fürdővízbe kell tenni, hogy miért tartom itt, de tetszik és szép, szóval itt tartom az asztalom szélén. Ez az illatosító a H&M Home-ból van, a kis gyertyatartó, amit láthattok mellette, azt az IKEA-ban találtam, ebben egy mécsest szoktam gyújtani. Arra a sima gyertya tömbre is én írtam, azzal egy dinamós nyomtatóval, a csillag kifejezést azért, mert az Eszter azt jelenti, hogy csillag, és szeretem ezt így itt tartani. Ez az egyik kedvenc lila gyertyám van a Tigerből, és amit még a videó végén megmutatok, ez egy gyönyörű fényáradat az otthonunkban. Köszi, hogy itt vagytok, ha szeretnétek még ilyen videókat, írjátok meg!